Még óvodás korban az én általános iskolás tanárnőm, Vág Mátyásné Erzsike néni volt az, aki felfedezett már az óvodában, és így kerültem a zenei, az énekzene tagozatos általános iskolában, Szekszárdon természetesen, a Garai általános iskolába, és ott nagyon sokat énekeltünk, ugye kórusban, Czakó Sándor névezetésével, aki nagyon jó karvezető volt, és hát már itt is kaptam szóló szerepeket. Ezután zongoristának készültem, de mivel nem sikerültek a felvételik, szakközépiskolába, így elmentem Pécsre a Kodály Zoltán énekzene tagozatos gimnáziumba, ahol ismét a kórus éneklés volt az, ami nagyon meghatározó volt, és rengeteg külföldi versenyen vettünk részt, nagyon kellemes élmények voltak ezek, és hát mindig díjakkal jöttünk haza, Kertész Attila tanár úr jó voltából. És elkezdtem harmadik évben magánéneket tanulni a pécsi zeneiskolában, Liszt Ferenc zeneiskolában, Komáromi Alice tanárnőnél, aki felkészített a főiskolai felvételire, amiről én azt hittem, hogy számításba sem jöhet, hogy sikerülni fog, de végül is sikerült, és 4 éves tanulás után elvégeztem, és megkaptam a diplomámat a magánélet tanára. Nálam is vannak most is olyan növendékek, akik nem csak komoly zenét énekelnek, hanem operettet, jazz-szerű dalokat. Tehát úgy próbálom őket a hangjuk szerint irányítgatni, tehát hogy nekik, a személyiségüknek mi a megfelelő zene. Ez a koncert már 2 éve érlelődött bennem. Egyrészt azért, amit az előbb mondtam, hogy a komoly zene sajnos kezd egyre közkedvetlenebbé válni, mert nehéz műfaj, tehát nem vágynak az emberek, nagyon sok gondjuk van, és ha bemennek egy koncertre, akkor nem egy olyan koncertre szeretnének beülni, ahol súlyos dolgokat, komolyan oda kell figyelni. Szóval a komoly zene tényleg olyan, hogy oda kell rá figyelni nagyon ahhoz, hogy az ember tényleg mélyen megérintse. És elhiszem, hogy ez az embereknek a mindennapos teendőik mellett ez nagyon fárasztó, és inkább olyanra vágynak, ami felüdíti őket, tehát a könnyebb műfajok. Népdalt a természetes hangján énekli az ember, annyiban különbözik a komoly zenei énekléstől, hogy komoly zenét azt úgynevezett fejhangon éneklik a hölgyek természetesen, most magamról beszélek inkább,
És a népdalnál vannak úgynevezett kis torok hangos kis rásegítések is, ami elfogadható bizonyos területen. Pont a népdal olyan, ami igazából, hogyha az ember szívéből jön, akkor az igazi. Tehát azt nem kell kiabálni, azt nem kell erőltetni, az az igazi, amikor onnan belülről, nagyon mélyről fakad. Vártalak rózsám az este, vártalak rózsám az este, váratlan elmenti máshó, váratlan elmenti máshó, verjem meg a napsamárja, verjem meg a napsamárja. Arra gondoltál már, hogy esetleg olyan dalokat énekelsz, amit kifejezetten neked írtak? Igen. Gondoltam rá, de hát ehhez megfelelő zeneszerző és szövegíró kellene. Az pedig azért nem mindegy, hogy ki, mert ismernie kell engem. Tehát, hogyha nekem írja ezeket a dalokat, akkor nagyon kell tudnia, hogy milyen a személyiségem, milyen a gondolatvilágom, az egyáltalán a gondolataim, az érzelmeim. És ezt nem olyan könnyű összehozni. Tényleg egy olyan ember vagyok, hogy én minden jó zenét szeretek, és aminek tartalma van, akár zeneileg, akár prózában, akár érzelmileg, az jó zene. Tehát azt nem kell magyarázgatni, én ezt tartom jó zenének. Az éneklést azt a kor meghatározza, tehát ez behatárolja. Az mennyire? Annyira, hogy mondjuk nem tudok pontos korhatárt mondani, ez mindenkinek természetesen más, de olyan 50 éves korig érdemes, azt hiszem. A fölött már nem igazán. Most addig viszont érdemes énekelni, és utána lehet tanítani. De hogy együtt a kettőt, így nagyon nehéz. És hát most inkább énekelni szeretnék, mint tanítani. Most de most gondolom. Inkább énekelsz, vagy tanítasz jelen pillanatban? Hát jelen pillanatban mind a kettőt nagyon intenzíven csinálom, mert egyébként is olyan ember vagyok, hogy amit csinálok, azt általában teljes odaadással, tehát nem szeretek félbehagyni semmit, nem szeretek ilyen felszínes munkát végezni, úgyhogy mind a kettőt. Thank you.
kívánhatnál, akkor mi lenne az a három? Nyugalom, ez az első. Szeretet. És béke. A nyugalmat azt úgy teremti meg magának az ember, ahogy tudja. Tehát ahogy neki szüksége van rá. Én akkor vagyok leginkább nyugodt, amikor úgy saját családon, D-körben, vagy akár egyedül is. Tehát szeretek így elvonulni egyedül, és az sokat... De az előadói pályapont nem az a igen. Nyugalmas... Igen, hát ilyenkor ki lehet élni azt, hogy más emberekkel kapcsolatokat teremteni, ugye így is akár, hogy énekel nekik az ember. De aztán ugye az ember szeret ebből úgy visszavonulni, azt hiszem egy idő után. Nagyon fárasztó. Ez manapság egyre kevesebb van így az emberek között. Nagyon hajszolja mindenki a pénzt, nincs egymásra időnk egyszerűen. Mindenki rohan. Hát most nem akarok itt belemenni abba, hogy milyenek az átlagkeresetek. És ezt valahol megértem, de azt nem, hogy ha tudjuk magunkról, hogy nem tudunk másképp kikapcsolni ebből, ami körülvesz bennünket, akkor teremtsük meg magunknak azt a kis pár percet, ami segít feltöltődni, és akkor biztos, hogy nem úgy szólok a másik emberhez, ahogy nem is szeretnék. Természet is háborúzik velünk, az emberek is háborúznak egymással, és nem látom valami fényderítőnek ezt a dolgot, tehát a kimenetelét sajnos. Úgyhogy szeretném, ha nagyobb békességben élnénk magunkkal, egymással és akár a természettel is. És ezen segít az ének? Nagyon sokat. Nagyon sokat. A tanítás egyik első, tehát az első fázisában ugye ezt szoktam a gyerekeimnek mondani, hogy az éneklés az maga a szellemi, a testi, a lelki, 100%-os nyitottság, tehát
mindent ki lehet magamból adni, úgy a rosszat, úgy a jót, mert ilyenkor megteheti az ember, és ilyenkor tegye meg inkább, szóval ezen az úton, mint hogy valakit esetleg megbántson. Lehet egy dal, egy ritmus vagy zal, egy álma, egy jel. Zene az kell, hogy ne veszünk el, hogy mégse adjuk fel. Mert a jó, a rossz csak szó, olyan, ami sokszor változó. De egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy, a dal egy biztos el. A zene az kell, hogy körülöl el, és nem veszünk majd el. Van elég szív, sokat segít, bár úgysem adjuk fel. Természetesen én is élvezem, mert különben nem jönne át, az, nem kapná meg a közönség azt, amit elvár, és joggal, de hát ők a fontosak természetesen. És szeretsz nekik örömet okozni? Igen, szeretek más embernek, ha tehetem. Hear the band.